a tél a disznóvágás ideje. Nincs ez másként a bukovinai székelyek szekszárdi egyesületénél sem. A székely hagyomány nem csak a mézes pálinkáról, hanem az egész évre alapélelmiszerként szolgáló sertés feldolgozásáról is szól. 9 éve már disznót vágunk minden évben, hagyományok szerint összejön a csapat, úgy veszük a disznót, vagy kapjuk ajándékba, de minden támogatóink vannak, és csinálunk kolbász, hurkát, galuskát, mert az a mi szóregunk, a galuska. Mit beszélsz? Nemzetének a galuska. Ez is azok közé az ételek közé tartozik, amiből nem lehet eleget készíteni. Általában a legnagyobb lábos tölti meg, amikor elkészül, az utolsó gombócokért azonban mégis megy a közelharc. Általában a galuskáról beszélek, és azt mondja a lányom, hogy nem, mert ez töltött káposztán, mondom, székelyesen galuska. Hát ugyanúgy a darált húsból fűszerezzük, rizs van hozzá, van egy recept, hogy mennyi húshoz, mennyi fűszer, meg egyebek kellenek, és akkor ezt itt káposztába beleforgatjuk, és most már ott van tele a fazék, meg lehet nézni, hogy 240 galuskát készítettünk ma estére. Ezért is fontos, hogy tovább éltessék a disznóvágás hagyományát. A helyi székelyházban jó hangulatban készültek a finomabbnál finomabb ételek. A lányok készítik a mai vacsorához, meg hát már készen van a májat sütöttek, pecsenyét sütöttek, hogy az előbb a kollega is elmondta, úgyhogy nagyon sok finomságot fogunk elfogyasztani a mai nappal. Az estére már hozzák a süteményt is az asszonyok, meg a borászok a bort, meg hát pálinka az nélkülözhetetlen. Azon már itt a nagy része, akik már disznót vágnak, azok már túl vannak rajta. Az estét vigalommal, hurkatáncolással zárta a közel 80 fős vendégsereg, ahol a hurkatáncolás is székely hagyomány. A lényege, hogy régen a faluban, ha tudták, hogy disznót vágnak valahol, a szomszédok is bekopogtak és vidáman énekelve kosárral a karjukon táncoltak, és kértek hurkát, kolbászt a háziaktól. Miután megkapták, távoztak. A jó disznótor, a mulatozás régen akár egészen hajnalig is eltartott. Nem alakult ez másképp Szekszárdon sem.